köszöntő nézőnket, itt vagyunk itt a Zuglógerben, és mögöttünk sok-sok kutyus van. Fülöp Norbertel beszélgetünk, hiszen ők a rendezője ennek a mai versenynek. Mi is van ma itt pontosan? 2014. május 4-én ismét országos kutyakiállítást rendez szervezetünk, egyesületünk, illetve városunk. 415 kutya került benevezésre erre a mai rendezvényre. Hát az időjárás sajnos nem kegyes hozzánk, nem egy kiállítási idő, ez nem jó sem a szervezőknek, sem a kiállítóknak egyaránt, de a lehetőségekhez képest megpróbáljuk a kiállítók igényeit kielégíteni. Nagyon vártuk ezt az eseményt, nagyon vártuk, egy hónapja készülünk erre az eseményre. Ez tavaly került megpályázásra ez a rendezvény, amelyet sikeresen elnyertünk. Két évente itt rendezünk kutyakiállítást, de ilyen rossz körülmények között még nem köszöntettünk kutyásokat. Ez sajnos meglepett minket is, hiszen az éjszaka az nagyon hosszúra sikerült, hiszen az éjjel a sátrainkat elvitte a szél. Úgyhogy a mai reggel egy új terület berendezésével kezdődött, melyet úgy érzem, hogy bár nem tökéletesen, de nagyjából sikerült helyreállítanunk, és így ismét a kutyások birtokba vehették a területet, megkezdődhettek a bírálatok, és reméljük, hogy ez így is marad rendben. Nagyon sok szép kutyus van. Vannak-e különleges fajták? Hát, mivel az FCI Nemzetközi Kinológiai Egyesület számos kutyafajtát jegyez, így már egyre több magyar kiállító tulajdonos szerez be vásárol külföldről értékes és különleges kutyafajtákat, így itt is köszönhetünk jó néhány kutyát, ami különleges. Számokat, illetve neveket egyáltalán nem tudnék mondani, mert nem akarnék senkit sem megbántani azzal, hiszen végülis minden fajta különleges a maga nemében. De azért látunk sok magyar fajtát is azért. Itt karcagiak is itt vannak, de gondolom nagyon sok ország számos helyéről érkeztek kiállítók. Így van, az ország minden területéről érkeztek kiállítók, sőt még Németországból, Észtországból, valamint Németország. Tehát Németországból, Észtországból érkeztek kiállítóink, valamint nagyon örülök, hogy a 9 magyar kutyafajta felvezetésre, kiállításra kerül a mai napon. És mit tudunk a karcagiakról, hiszen azért már a bírálatok elkezdődtek, vagy még azért nem nagyon volt ideje megnézni, hogy szerepelnek? Hát a kiállítási eredményekről még sajnos nem tudok semmit, hiszen folynak a bírálatok, és minden körben más és más kutyafajta kerül elbírálásra. Örülök, hogy azért a karcagiak is képviselik magukat, többek között azért is, mert átállásra kerül majd a legszebb karcagi tulajdonú kutya, de nagyon sok karcagi tenyésztőtől láthatunk itt kutyákat ezen a kiállításon. Mit kell tudni az egyesületről, hiszen mondta, hogy ezt elnyerték ezt a pályázatot, tehát akkor ez is egy elismerés, hogy rendezhetnek ilyen versenyt? Az egyesület az egy országos szervezet részeként, egy helyi szervezetként működik önálló jogú szervezeti formában, és így van, ahogy te is mondtad, minden év előző évben kell pályázni a következő évi országos CAC kutyakiállítások rendezésére, és ezt tavaly ismét sikerült elnyernünk, így már sorozatban harmadjára, két évente, 2010 óta itt kutyakiállítást rendezünk, országos kutyakiállítást. Az egyesületünk egy stabil alapokon nyugó egyesület, jelenleg 40 pár tagja van, 45 tagja van az egyesületünknek. Van egy nagyon kemény mag, aki segít az egyesület munkáját, ezt a kiállítást megrendezni, megszervezni, itt a mai napot prezentálni. Ez nem jöhetett volna létre a nagyon erős kiállítói tagság nélkül. Sőt, vannak olyanok is, akinek nagyon örülök, hogy nem is tagja az egyesületünknek, vagy családtagként, vagy pártolótagként támogatják ezt a rendezvényt azzal, hogy megrendezni tudjuk ilyen kiváló színvonalon, és ezt nagyon szépen köszönöm minden is nekik. Reméljük, hogy a kutyusokat nem zavarja ez a nagy szél, meg a sára gazdik azért megpróbálják őket a legszebb formájukba hozni, hiszen itt körbenéztünk, tehát még mindenki az utolsó simításokat vézi, mielőtt a zsűri elé viszi a kutyusát. Én jövőre akkor jó szervezést kívánok a következőhöz, és azt meg akkor igyekezzünk eső nélkül megúszni. Nagyon szépen köszönöm, hát igyekszünk, és a jó időről persze reméljük, hogy a Jóisten kegyeskedik felénk, és akkor jó időt ígér a következő két év múlva rendezendő kutya kiállításunkra. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Dobos László polgármester úr az előbb már mondta, hogy kétszer megnézte a kutyákat, hogyan tetszik ez a kiállítás? Gyönyörű, és gratulálok Fülöp Norbert elnök úrnak.
olyan színvonalas rendezvényt hozott ismételten városunkba, ami igazán dicséretre méltó, és látható módon a nagy odafigyelésnek, a nagy gondosságnak a jutalma ez a mai nap. Csodálatos kutyusokban gyönyörködhetünk, a létszámuk sem kevés, ahogy hallottam, több mint 400 versenyző van kutyában, itt jelen pillanatban. Ez örömteli dolog, számomra is kutya és állatbarátnak is egy jó látvány ez. Van jó néhány különleges kutyus is, amit azt hiszem, hogy ön is, én is elfogadnánk otthonra, ami gyönyörű, és tényleg nagyon szép. Itt a gazdika ennek a picit nem éppen jó időjárás ellenére, és mindent megtesznek, hogy a legszebb formába vigyék be a zsűri elé. Hát ez természetes, én is sok mindenféle kutyát elfogadnák. Innen elsősorban a magyar fajtákat, nem tudom, hogy a 9 macskán mit szólna hozzá. Hát lehet, hogy egy kis harc lenne először, de biztos befogadnák, mert befogadóak. De viccet félretéve valóban csodálatosak és nagyon szépek. Én azért, ahogy említettem, a magyar fajtákhoz vonzódok, gyönyörű vizslákat, pulikat, kuvaszokat, komondorokat és egyéb más magyar fajtákat lehet itt látni. Én kívánom azt, hogy még sok-sok érdekes és szép kutyus lásson, és hát azt hiszem, hogy az is egy fontos dolog, hogy határon túli a verseny, hiszen hallottuk itt, hogy Németországból is érkeztek kutyusok, tehát tényleg sikerült egy igazán rangos versenyt idehozni. Hát ez már a korábbi éveknek a gyümölcse tulajdonképpen, hiszen az elmúlt években is igen színvonalas és nagyon jól megszervezett, megrendezett versenyről van szó. Híre ment ennek nem csak a határokon belül, hanem ezek szerint határokon kívül is, és ez jó dolog. Ez jó dolog, és még, megint csak azt tudom ismételni, hogy ez a helyi vezetésnek, a Fülöp Norbert elnök úrnak a munkáját dicséri. Köszönet ezért, hiszen egy olyan rendezvénye ez a városunknak, ami vonzza a országhatáron belül, kívülről érkezetteket, és hát nyilvánvalóan nem csak a kutyáikat mutatják meg, hanem azért ismerkednek a városunkkal, ami egy külön pozitívum. És hát reméljük, hogy sok karcagi kutyusnak lesz nagyon jó minősítése, és akkor ez megint öregbíti a város hírnevét. Én azt kívánom, hogy nézem még szét, és érezze itt jól magát annak a nagy szélnek az ellenére is. Köszönöm szépen, szurkolok a karcagi gazdáknak, a karcagi kutyusoknak természetesen. Az idő egy kicsikét hűvöskés, na de hát ahogy láttam, itt egyetlen kopasz kutya sincsen, úgyhogy ők jól felöltöztek, és bizonyára nem fognak megfázni. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!